A Paksi FC-nél Bödét nem is jelölte Ostermayer Gábor vezetőedző, és a télen visszaigazolt Bertus is csak csere volt, de nem lépett pályára. Míg a vendégek leghíresebb játékosa, az olasz Lanzafámét egyáltalán nem nevezte be erre a mérkőzésre Pison István megbízott vezetőedző. A Honvédnél George Camber is csak a kispadon foglalt helyet, játékára nem került sor. Igazi gólhelyzet kettő alakult csak ki. Az egyik az első félidő első felében, amikor egy baloldali beívelés után a homildos batik nem sokkal fejelt mellé. A másik pedig szület után, amikor a becserélt paksi könyves sokadik jó előkészítése megugrása után Hán János került közelről zicserbe, maradt a 0, -0. Én azt gondolom, hogy a döntetlen állások közül legjobb született, hiszen kupamestről lévén szó, ha idegenbe gótrugsz, tovább, tovább juthatsz. Amennyiben jövő szerdán Szegeden, mert a kispesti pályátépítés miatt ott fogadja a Honvéd a Paksot, a Magyar Kupa visszabágóját, úgy érnek el döntetlent a zöldfehérek, hogy rugnak legalább egy gólt, ők jutnak a legjobb négy közé.